A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Döge nevű községben a Zöldbei Irén általános iskola udvarán megkoszorúzták a néhai Vince Ferenc tér Kati tanárnő emlékszobrát, és annak talapzatán mécseseket helyeztek el. Az egykori kiváló pedagógus a község általános iskolájában 40 évig tanította a gyerekeket a szépre, a jóra, és adta át számukra a széleskörű történelmi, magyar irodalmi és nyelvtani ismereteket. Ezen oktatási intézmény igazgatója is volt. Szerenyi György huszártisztje elmondta, hogy Vince Ferenc tér tanárnéni elévülhetetlen érdemeket szerzett a nyírségi lovasport, lovasélet önzetlen segítésével, támogatásával is. Szerenyi György a következőket nyilatkozta. Tavaly javarták ezt emlékszobrot. Már 40 évet töltött itt, mint találként. Tudni kell, hogy történelmi és magyar szakos tanár. A történelmi, ami összekötötte minket és a hagyományunkat, és annak a tiszteletére ígéretet tettünk, hogy évente egyszer-kétszer egy-egy koszorú, egy gyertyagyújtásra megtiszteljük, hogy őrizzük tovább, és az utókornak tovább tudjuk adni, mert valójában előttem én vagyok az utódja, és a mi utódunkban a kicsik, akik majd tovább fogják adni ezt a történelmet, és ismétli önmagát, és akkor ezt így kell csinálni, és ragaszkodunk, és fenn is tartjuk. Csináltuk a Lovas Egyesületet, és a Lovas Egyesülettel jártunk ki Dögébe, gyereknapolni, lovagoltatni, akármilyen rendezvény volt az iskolában, ő volt a meghívónk, és annak az emlékére és tiszteletére, mi, ahogy történelmszakos tanár volt, tiszteletbe tartjuk, és mivel, hogy mi vagyunk az utódja, a mi utódainknak akarunk példát mutatni. Holott a utókornak ez egy emlék legyen, hogy tiszteljék a tanárukat, és aki ötletet tanította őket a rendre, tiszteletre, fegyelemre, és ez még a mostani diákokból, akik kikerültek, még ez valójában most ért meg az a szint, hogy még egy tisztelettudó fiatalság került ki az utókornak. Hogy a jövő nemzedéke mi lesz, vagy mit fog hozni, ez már jó kérdés lesz, de az biztos, hogy az ő kez alatt példás diákok nőttek ki.